A felkészülési időszakban szokásos, mozgalmas napokat éri a kisvárdai futballcsapat. Az elmúlt hétvégén kiderült, hogy a legutóbbi két évben a várdok kulcsemberének számító 66 mérkőzésen pályára lépő Cseri Tamás az NB1-es mezőköves színeiben folytatja pályafutását. Cserébe három labdarúgó érkezik, Hefle Norbert Kassán már be is mutatkozott új csapatában, a másik érkező, Fótyik Dominik lehet a harmadik labdarúgó személye egyelőre még kérdéses. Kassán a szlovák második ligában szereplő, lokomotíva ellen Lukács és Délcek góljaival 2 óra nyert a Kisvárda. A mérkőzésen nem lépett pályára a bokasérüléssel küzdő Sergio Adrián Olteán és a poszleválás miatt műtéten átesett Mihály Lóriáskó. Az elmúlt héten elkészült az MB2 sorsolása is. Az őszi szezonban 21 tavasszal 17 fordulót játszanak a csapatok. A 2017-2018-as idén július 30-án rajtól a Kisvárda nyitófordulóban a Moson Magyaróvát fogadja. A bajnokság eleje nagyon sűrű lesz, szeptember másodikával bezárul a hét fordulót teljesítenek a csapatok. A Kisvárda szombaton két felkészülési meccset is játszik, délelőtt a Nyírbátorral, délután pedig a szlovákiai terevesen játszik kondás elemére együttese.